1940. december 7-én születtem Bölönben. A család elég nehéz helyzetben volt, hiszen a háború bizalott édesapámot elvitték a háborúba, és a háborúba orosz fogságon meg is halt. Édesanyám nevelt a otthon. A legnagyobbik volt 16 éves, a legkisebbik testvérem volt 1 éves. Tovább elég nehéz volt a sorsunk, hiszen a minden napot meg kellett dolgozni, és mindenki azt csinált, amihez értett és amit tudott. De a munka kötelező volt oda-haza, mert másképp nem lehetett volna a családot fenntartani. Hiszen akkor volt a kvótarendszer, így a család mindent, ugye, amennyit termelt, az nem is volt elég, hanem azt le kellett adni az államnak. Annyit sem kaptunk egy szekér gabonáit, hogy egy pár cipőt vigyenek egy gyermeknek. Én policzkalizett maszk meg kellett szitáljam, teheneknek répát kellett őrőjek, úgyhogy a pincéből a répát nem bírtam fel, hát fájszével összevágtam. Ilyen őrlő volt, megőröltem az állatoknak, fát vittem be. A ruházat gyenge volt, mert nem volt, hogyha megmosták a ruhámat, akkor amíg a drótom volt, addig én csórén voltam. Hogy, amely korábban kelt, egy testvérem 2 évvel nagyobb volt, mint én, hol neki volt cipő, hol nekem volt cipőm. Bocskorban is jártunk, hol én, hol a másik testvérem, a nagyobbik. Soha nem bukottam meg semmiből. Zsebkövetet kézzel jártam iskolában, mint egy előadó tanár, úgy mentem. Nem volt füzetem, nem volt könyvem, nem volt semmi sem volt végeredményben, csak hallgató voltam az iskolában. A leánytestvérem minden évben kötött egy-egy szvettert mindenikünknek, mindeniknek a családba, úgyhogy fontak, mostak, a két fehéréknek a dolga megvolt. Minket elvittek, volt 6 hónapra Dobrocsába voltunk. Ott bizony nagyon gyenge volt a koszt. Napraforgóval éltünk, száraz kenyérrel. Olyan kenyeret hoztak, hogy a brigádban voltunk 6-on. Egy mindig törte a kenyeret reggel kalapáccsal. Amelyik törte reggel a kenyeret, az akkor nap nem evett, mert nem volt időre. A mai fiatalságban egyebet nem gyűlölök, nem haragszok. Azt, mikor látom, hogy a telefon mindig peccenti. Hogy miért nem vesz egy könyvet a kezébe, olvasná. Én nem is nagyon értek mondjuk ez az internethez, nem is akartam megtanulni soha. Lehet, hogy nem is tanulom meg, mert már nincs időm arra. De most a fiatalság teljesen más, mint amikor mi voltunk. A mostani ifjúság úgy el van ragadtató, ebben az félbukkas, lebukkas, mindennel tudja, hogy egyébben nem törődik. Én tudom, hogy régen egy kicsi időnk volt, az asszonyok, a leányok keverték a rántást, és a könyvet fogták a kezükbe, hogy amíg egy percig volt, olvastak, egy pár mondatot elolvastak egy ilyen regénybe, vagy egy akár szép irodalmat. Én azt mondtam, ifjú, te légy becsületes, a dolgodot végezd el, a két kezed után meg kell éljél. Ne szorulj senkire, ne szorulj semmire, addig dolgozol, amíg tudsz. Azt mondják, aki 20 éves korában nem erős, 25 éves korában nem szép, 30 éves koráig nem nősül még, és 40 éves koráig nem gazdagabbul nem lesz semmi. Ezt jegyezzék meg, amit én mondtam most. És ez igaz, és ez így is van.